2016. október 22-én sportnapot rendezett a 70 éves jubileumát ünneplő Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium jelenlegi és egykori diákjai számára. Az iskola életében mindig fontos szerepet töltött be a sport, hiszen több olimpikon és NB1-es játékos került ki a Bercsényi falai közül. Jelenleg is aktív sportélet folyik az intézményben, amiből ízelítőt is adtak a diákok az érdeklődők számára. Kocsis Erzsébet igazgatóasszony szerint a múlt kötelez, a sport jelenleg is meghatározó szerepet tölt be az iskola életében, amely segít olyan diákokat nevelni, akik megállják a helyüket az életben. Azt gondolom, hogy ha a múltra tekintünk vissza, akkor teljesen jogos, hiszen a sport mindig meghatározó szerepet töltött be a gimnázium életében. Bármennyi változás is történt az intézmény életében, azt gondolom, hogy az eredeti cél megmaradt, felkészíteni a diákokat a továbbtanulásra, használható ismereteket adni, és úgy nevelni őket, hogy megállják helyüket az életben. Ez továbbra is célunk, és továbbra is úgy gondolom, hogy ahogy eddig, meghatározó szerepet játszunk a város életében is. A jubileumi év több programot kínál még a törökszentmiklósi lakosoknak. November 8-án megemlékezést tartunk a Kopjafánál elhunyt tanáraink emlékére. 10-én a Lukács terem avatására kerül sor. Majd hagyományos rendezvényünk keretében februárban a Bercsényi napok alkalmával olyan versenyeket hirdetünk tanulóink számára, amelyek ezt az elmúlt 70 évet elevenítik föl. És áprilisban egy záró gálát tervezünk. Két személyautó ütközött 2016. október 24-én a délelőtti órákban Törökszentmiklóson, a Kossuth-Lajos út és a Hunyadi utca kereszteződésénél lévő gyalogos átkelőhelynél. A szemtanúk elmondása szerint az elől haladó autó a zebránál át akart engedni egy arra közlekedő gyalogost, ezért lelassított, a mögötte haladó autós ezt nem észlelte és neki ütközött. A balesetben az egyik autósofőrjét kivizsgálásra a szolnoki Hetényi Géza kórházba szállították. A helyszínelés ideje alatt rendőri irányítás mellett halad a forgalom. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak egymásra az utakon. Magyar Napok rendezvénysorozat itt Törökszentmiklóson az emlékévhez kötődően, és a civil kavalkádon vagyunk jelenleg itt a Kossuth téren. Az alapgondolat az honnan jött, hogy nekünk Törökszentmiklósnak ekkora, vagy ilyen mértékű színvonalú rendezvényt kell, hogy szervezzen? Nyáron, amikor a Riglice ünnepli az ő városnapját júniusban, akkor Törökszentmiklós egy küldöttség érkezett oda hozzájuk, ahol nagyon jól érezték magukat, és ígéretet tettek arra, hogy visszalátogatnak bennünket. És eldőlt, hogy akkor az legyen egy közös ünnep, mégpedig az október 23, a szolidaritás éve jegyében, és a 60. évforduló, valamint a Riglice és Törökszentmiklós 15 éves évfordulója, a testvérvárosi kapcsolatának évfordulója kapcsán. Ha vendégeket várunk nekem, ez egy mottóm, akkor pláne, ha elhagyják az ünnepnapján polgármester, jegyző és egy 32 tagú felnőtt küldöttség plusz 18 tagú gyereksereg a várost, és eljönnek ide egy másik városba ünnepelni, akkor azt maradandóvá kell tenni a számukra, hogy ők is érezzék azt, hogy egy közös érzéssel vagyunk együtt ezen az ünnepen, és élmény maradjon nem csak nekik, hanem nekünk is. Ezért van a civil kavalkád, hogy a miklósiak is érezzék át ennek egy kicsit egy szeletét. Hogy érzi magát a lengyel küldöttség? Én úgy tapasztalom, hogy jól érzi magát a lengyel küldöttség. Délelőtt a küldöttség egyik része kint volt az Almási kastélyban a gyerekek, a pedagógus és művészeti vezetőkkel. Egy nagyon jó kirándulást tettek.
Sós Kálmán igazgató úr is segített, állítólag vitte a hangszerét is, úgyhogy énekeltek, bemutatták közben a kastélyt, úgyhogy véget ért a programot is, és visszaérkeztek, megebédeltek, és nagyon jól érezték ott magukat. A konferencián pedig a delegáció másik része vett részt, éppen annak most lett vége az ebéd, és az előadók most visszautaztak már Budapestre. A mai este folyamán pedig jazz koncert. És egy olyan lengyel jazzzenész érkezik ide Törökszentmiklósra, ami, ahogy utána olvastam, Lengyelországban is kuriózumnak számít. Tehát gondolom nekik is élmény lesz, nem csak nekünk törökszentmiklósiaknak. Ő vele honnan jött a kapcsolat, vagy nagyon nehéz volt megtalálni? Az ő megkeresése már júniusban megtörtént, hiszen ők, akik legmesszebbről érkeznek, őket nagyon nehéz elérni. De sikerült felvenni vele a kapcsolatot. Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatnál találtam egy olyan kedves hölgyet, aki telefonszámot tudott nyomozni ez ügyben, és az ő közreműködésével sikerült felvenni a kapcsolatot, és már el tudom mondani, hogy a Szent Miklósi napokra úgy mentünk, hogy tudtam, hogy fog jönni Seránszki a mai napon. 56-os év kapcsán meghirdetett pályázatok lehetőségével élt az önkormányzat is, a Zsinkovics pályázaton, és nagy izgalommal vártuk, hogy mikor jön az eredmény, mikor jelentik be, hogy sikerült, vagy nem sikerült, elfogadták, és a múlt héten jött a válasz, hogy elfogadták a pályázatunkat, és egy kicsit felszabadult lélekkel tudtuk akkor a programot véghez vinni. Czuję mi się bardzo dobrze, jak zwykle u swoich bratanków, czyli u Węgrów, jak zwykle w Turoksentmiklós, zawsze się tak czuliśmy. Między innymi z nami jest cała delegacja Rady Gminy z przewodniczącym, wiceburmistrz, burmistrz w mojej osobie oraz przewodniczący komisji gospodarczych i rewizyjnych całego urzędu gminy w Ryglicach. Są też dyrektorzy szkół i zespoły ludowe. Mit próbálnak megmutatni itt a három nap alatt a kultúrájukból? No przede wszystkim te narodowe tańce, które u nas obowiązują i te tańce, które są tańcami naszego regionu, na przykład Krakowiak. Chcemy też zaprezentować naszą muzykę ludową, pełną takich pieśni o miłości, o przyjaźni, a też chcemy pokazać naszym dzieciom, jak żyje się na Węgrzech. Testvértelepülési kapcsolat ugye idén 15 éves, hogyha össze tudja foglalni ezt a 15 évet, akkor milyen tapasztalatokat tudná említeni? Jak w małżeństwie, bywają okresy zadowolenia, rozkwitu i bywają takiej normalnej pracy. Myślę, że to przez 15 lat następowało. Na pewno dzień dzisiejszy jest takim pełen euforii i rozkwitu tej naszej współpracy. A muszę powiedzieć, że dwa dęby zasadzone 15 lat temu rosną w Polsce, dwa dęby przyjaźni. Ha üzenhetne valamit a törökszentmiklósieknek a lengyel barátság jegyében, akkor mi lenne az? No przede wszystkim zadowolenia, optymizmu, takiego poczucia tej swojej przynależności do wspaniałego narodu węgierskiego, ale też do europejskiej rodziny. Wspomnienie na tą naszą współpracę i na to, co nas łączy w Europie, abyśmy mogli do przyszłych pokoleń budować ją bogatą, zasobną i pełną naszych kulturowego dziedzictwa, jakie przez chrześcijaństwo otrzymaliśmy.
kimentünk az Almási kastélyban egy kis csoporttal, mind lengyel gyerekek, mind magyar gyerekek vettek részt ezen a kis túrán, illetve pedagógusok, illetve egy-két hivatali dolgozó, mind Lengyelországból, mind pedig ugye Törökszent Miklósról képviselte magát ezen a kis kiránduláson. Betekinthettünk a kastély múltjába, volt egy kis idegenvezetés, volt egy kis megvendégelés, volt egy kis lósimogatás, ami ki nem maradhat a programból, hogyha az ember az Almási kastélyban jár. A gyerekek nagyon jól érezték magukat, hála Istennek az időjárás nagyon kedvező volt, nagyon szép sütött a nap, a tegnapi nap után egy kicsit aggódtunk is, hogy mi lesz, hogyha esetleg elborul az idő, elromlik az idő. Nagyon jól érezték magukat, hála Istennek, úgyhogy nagyon kellemesen telt a nap. Mindenképpen hasznosnak tartom, hogy ápoljuk azokat a történelmi kapcsolatokat, amik a két nemzetség, két népcsoport között hosszú évszázadok, évezredek óta tulajdonképpen egy szoros baráti köteléket alkotott, hiszen már az Árpád-házi királyaink óta tudjuk, hogy a két nép végig a történelem során igazából egy szoros, testvéries, partneri viszonyt alkotott hosszú éveken keresztül, ahogy mondtam is. És fontos, hogy a fiatal generációval ugye ezt tudatosítsuk, és hogy bennük éljen tovább ez a testvériesség. A lengyelországi Riglice településsel idén ünnepeljük 15. évfordulónkat, ugye 15 évvel ezelőtt született az a testvérvárosi szerződés, ami egybeesik most tulajdonképpen az 56-os megemlékezéssel itt a városban. És mivel, hogy a lengyel szolidaritás mozgalom után indult igazából az 56-os pesti forradalom az útjára, így adta magát az élet, hogy ez a két esemény most egy ilyen széleskörű rendezvénnyel itt Törökszent Miklóson is adózzunk igazából. És így hála Istennek és köszönettel tartozunk lengyel barátainknak, illetve testvértelepülésünknek, hogy elfogadták a meghívásunkat és eljöttek ide hozzánk, hogy együtt ünnepeljük a Tisztelt ünneplő közönség, kedves lengyel barátaink, testvéreink! Szanowni goście, mili polscy przyjaciele! Lengyel-magyar két jó barát, a kezdő sor annak a rémbeszedett közmondásnak, amelyet Lengyelországban és Magyarországon csaknem mindenki ismer, és amely a két nép történelmi barátságát, testvériségét példázza. Polák Vegyer, dva bratanki, idos srabli, idos klanki. Két más nép történelmi barátságáról nem ismeretes hasonlóan közismert vers. Nie ma takich dwóch narodów, o których pisano by podobne wiersze. Most engedjék meg, hogy röviden áttekintsem a két nép ezer éves kapcsolatának jeles eseményeit. Magyarországon és Lengyelországban csaknem egy időben került sor a kereszténység felvételére, az államalapításra, vagyis a keresztény Európához való csatlakozásra. Az Árpádok és a Piástok gyakran léptek szövetségre egymással, hogy más nem említsek Árpád-házi Szent Kinga, IV. Béla királyunk első lánya, Boleszláv lengyel herceg felesége lett, Lengyelország védőszentje. A lengyelek meghatározó királyai között tartják számon Nagy Lajost, vagy ahogy ők nevezik Magyar Lajost, majd az ő leányát Hedviget, a Jagelló dinasztia megalapítóját. Több Jagelló is ült a magyar trónon, Bátori István erdélyi fejedelem pedig 10 éven át Lengyelország uralkodója volt. A reneszánszkor kiemelkedő szellemi központjaként virágzott az 1364-ben alapított Krakkói Egyetem, s volt olyan időszak, hogy a diákok egynegyede Magyarországról került ki, Sobieski János lengyel király szabadította fel a török uralom alól Bécs után Esztergomot 1683-ban, II. Rákóczi Ferenc fejedelem a szabadságharc előtt és után Lengyelországban talált menedéket. A 18. század végén Lengyelországot az akkori nagyhatalmak több mint 100 évre eltüntették Európa térképéről, a két nép közötti rokonszám azonban nem csökkent. Az 1830-31-es lengyelországi felkelés oly nagy lelkesedést váltott ki a magyar nemesség körében, hogy még fegyveres segítséget is szerveztek a lengyelek támogatására. A levert felkelés után a nagyon sok magyar nemesi udvarház fogadott lengyel menekülteket. Az 1846-os újabb lengyel felkelés pedig már közvetlen előzménye volt a 48-49-es magyar forradalomnak és szabadságharcnak. A szabadságharcban résztvevő lengyelek Bem, Visocki, Dembinski, Voronyecki és még nagyon sokan örökre beírták nevüket történelmünkbe.
Az 1863-as lengyel felkelés magyar támogatóinak száma jóval ezren felül volt. Kossuth még egy magyar légió felállítását is terbe vette. Az első világháború végén 1918. novemberében újra létrejött a független Lengyelország, amely szinte azonnal háborúba keveredett a bolsevik Oroszországgal. 1920. augusztusában Varsónál volt a döntő ütközet, amelyet a lengyel hadsereg a több mint 20 millió lőszerből álló magyar hadiszállítmány segítségével tudott megnyerni. Ez volt a háború fordulópontja, amely a lengyel és a világtörténelembe Visztulai csoda néven vonult be. 1939-ben a megszálló német és szovjet erők túl ereje által legyűrt lengyel hadsereg, mintegy 35 ezer katonája, majd őket követve sok ezer civil talált menedéket Magyarországon. Európában egyedül Balatonbogláron működött lengyel gimnázium, és nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy az 1944-es varsói felkelés idején a magyar katonaság együttműködött a lengyel felkelőkkel. 1956 budapesti októberét Poznán júniusa és Varsó októbere előzte meg. A magyar forradalom és szabadsághoz tehát a lengyelek melletti szimpátia tüntetésből indult ki. A testvériség újabb nagyszerű példájaként Lengyelország szerte gyűjtés indult a magyarországi forradalom és szabadsághoz segítésére. A lengyelek több adományt, elsősorban vért, gyógyszert és kötszert gyűjtöttek a magyaroknak, mint a világ összes többi népe. Karol Wojtyla krakkói bíboros római pápává választása 1978-ban, az 1981-ben lezajlott lengyelországi események, a szolidaritás létrejötte, majd a hadiállapot bevezetése alapvető változásokat indított el. Mindez döntő hatással volt az 1989-90 évi békés rendszerváltozásra, amikor is mindkét országban szabad választásokra került sor. Országaink történelme ettől kezdve új fordulatot vett, együttműködésünk 1991 óta a visegrádi keretben, majd a NATO, illetve az Európai Unió tagjaként vált szorossá. Országaink között egyre szélesebb a társadalmi és a gazdasági együttműködés, az önkormányzatok, az iskolák és más intézmények, szervezetek közötti kapcsolatok. Lengyelországban kiválóan működik a lengyel-magyar baráti társaságok hálózata, a hazánkban élő több ezer lengyel pedig nemzetiségi önkormányzati rendszert épített ki. 2006-ban győrött Sólyom László köztársasági elnök és a tragikus körülmények között elhunyt Lech Kaczynski lengyel államfő felavatta az első köztéri magyar-lengyel barátság emlékművet, 2007-ben pedig a Magyar Országgyűlés és a Lengyel Parlament március 23-át a Magyar-Lengyel Barátság napjává nyilvánította. Marek Kocinski, a lengyel parlament házelnöke, a Szejm lengyel-magyar tagozatának alapító tagja javasolta 2015. decemberében budapesti látogatásán, hogy a 2016. év legyen közös lengyel-magyar emlékév. 2016-ban emlékezünk ugyanis az 1956. júniusi poznáni felkelés és az 1956. októberi magyar forradalom és szabadságharc 60. illetve a kereszténység lengyelországi felvételének 1050. évfordulójára. Kövér László, a Magyarországgyűlés házelnöke természetesen támogatta lengyel kollégája javaslatát, amit a két országgyűlés is elfogadott. Így 2016-ban a két testvér nép közösen ünnepli meg a fent említett történelmi sorsfordulókat. Civil kezdeményezése Törökszent Miklós város önkormányzata is csatlakozott az emlékévhez. Városunk Riglicével, lengyel testvérvárosunkkal együtt egy nagyszabású háromnapos rendezvénysorozattal a Törökszent Miklósi Lengyel-Magyar Napokkal ünnepli meg az emlékévet. A magyar-lengyel barátságot, testvériséget megünnepelni nem jelent mást, mint tiszteletünket kifejezni a két nép múltja előtt, jelen és jövőbeni barátságunk, testvériségünk jegyében. Törökszent Miklós és Riglice közös ünneplése e nemes hagyományok megőrzését és megerősítését jelenti, mert az ezer éves barátság testvériség kötelez. Lengyelország és Magyarország 2000 éves tölgy, gyökereik örökre összefonódtak. A 2016. évi Törökszent Miklósi Lengyel-Magyar Napokat ezennel ünnepélyesen megnyitom, és köszönöm megtisztelő figyelmüket. Köszönöm szépen polgármester úr köszöntő szavait. Most felkérem Riglice város polgármesterét, Bernát Karasevics urat, ünnepi beszédével ő is nyissa meg a hétvége program sorozatát. Panie burmistrzu, panowie konsulowie,
Szanowne panie, szanowni panowie, oficjale, Turoksen Miklós Város. Cieszę się, że jestem dzisiaj z wami. Że to spotkanie jest tak dla nas ważne, niech świadczy o tym nasza delegacja, która w osobach zastępcy mojego, przewodniczącego rady, przewodniczących komisji oraz innych osób, które z nami przyjechały, chce wspólnie na Węgrzech obchodzić rocznicę 56 roku. Mając w pamięci 15. rocznicę powrotu praw miejskich do miejscowości Ryglice oraz 15. rocznicę podpisania umowy między Ryglicami i Turoksen Miklós i pięknym występem właśnie zespołów taneczno-muzycznych z Turoksen Miklós, my też przyjechaliśmy dzisiaj z zespołami, aby wam pokazać naszą kulturę i aby wspólnie świętować. Zawsze zastanawiałem się nad fenomenem przyjaźni polsko-węgierskiej, ale dzisiaj po przedstawieniu przez Imre historii naszych dwóch narodów wiem, w czym jest rozwiązanie. Otóż historia na Węgrzech i historia w Polsce jest tak samo interpretowana i myślę, że szczerość tych narodów dzisiaj jest dowodem naszej przyjaźni. Chciałbym się jednak odnieść do naszych ziem, do Turoksen Miklós i do ziemi tarnowskiej, w której mieszkamy, w której leży ziemia ryglicka. Rozbiory Polski trwały 123 lata, natomiast wspólnie w jednym państwie z Węgrami nasza ziemia była 146 lat. Pod berłem Habsburgów razem budowaliśmy wspólne państwo, ale zawsze myśląc o wolności, wolności Węgrów i wolności Polaków. Dlatego często Węgrzy na naszych terenach, a my pewnie na Węgrzech, zakładaliśmy firmy, między innymi Lipoci w Tarnowie. Rozmawiając także z naszym księdzem proboszczem, okazało się, że wiele małżeństw polsko-węgierskich w czasie wspólnego państwa było zawiązane i ślub brali w kościele świętej Katarzyny w Ryglicach. Próbowaliśmy też dociec, czy czasem z Turoksen Miklós ktoś nie ożenił się lub nie wziął żony stąd. Ale myślę, że ta przyjaźń, która jest zawiązana między nami, wróży dobrze na przyszłość i być może do takich małżeństw jeszcze dojdzie. A przynajmniej do wspólnych przedsięwzięć gospodarczych. Tak troszkę żartem, ale powiem też, że łączy nas przeszłość wojenna, I wojny światowej. To na cmentarzu w naszej gminie Ryglice leży wielu żołnierzy węgierskich, którzy przez obce mocarstwa wtedy zostali wysłani na front. Zapewniam Państwa, że opiekujemy się tymi grobami, a 10-11 listopada wspólnie ze młodzieżą w grupie 500 osób udamy się na cmentarz, aby złożyć im hołd. Oczywiście w przeszłości ważną osobą, która spajała nasze regiony, region tarnowski z regionem Solnok, była postać generała Józefa Bema. To było w przeszłości, ale w teraźniejszości tą osobą był István Bali, jego żona, za co serdecznie dziękuję. Na zakończenie chcę powiedzieć, że otwarte dni polsko-węgierskie będą na pewno przyjemną częścią naszego pobytu, zwłaszcza, że połowę osób z Węgier, która tutaj dzisiaj siedzi, znam osobiście i chętnie będę ich gościł w przyszłości, zresztą i pewnie nowych ludzi wspólnie z Radą Gminy na ziemi ryglickiej. Do zobaczenia.